a gyerekek felé nagyon fontos az, hogy őszinték legyünk velük. Nagyon megérzik azt, hogy hogyan fordulunk feléjük, mennyire bizalommal, és ők ugyanazt fogják visszatükrözni, amit mi adunk. Látni azokat a betegeket két lábon járni mosolyogva, akik tudom, hogy előtte nagyon összetörve olyan állapotban lettek behozva, hogy azt mondta az ember, hogy Úristen, mikor fog járni, az igazán megerősített abban, hogy igen, jó helyen vagyok. A mi osztályunkon sokkal több pozitív élmény van, mint bárhol máshol. Az, hogy egy gyermek születik a világra, és ebben mi segíthetünk, az egy csodálatos dolog. Vannak olyan betegek, akiknek nincs is hozzátartozója, tehát vagyunk nekik mi. Nagyon jó az, amikor a beteg azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy megtetszett jönni. Olyan jó látni, mert mindig mosolyog. Mivel még fiatal vagyok, sok mindent nem láttam és nem tapasztaltam. Van, aki mögöttem áll, van, aki segít. Ez nagyon nagy pozitívum az egészségügynek, hogy így össze tudunk fogni egy közös célért. Az ápolói pálya nem csak egy munka, ez egy hivatás. Fontos a türelem, az empátia és a megértés. Az, ha egy beteget olyan állapotba tudunk hozni itt az intenzív osztályon, hogy esetleg megköszönje a segítségünket, ez az, amiért érdemes erre a pályára lépni. Különösen örültem annak, hogy annó, mikor idejöttem dolgozni, traumatológiai osztályra kerültem. Itt mindennapos a pörgés, rengeteg műtét van, és úgy érzem, hogy ebben megtaláltam a hivatásomat. Minden ember más, amikor foglalkozom vele, és soha nincs egyforma nap, soha nincs egyforma eset. Az élet valamikor elkezdődik, valamikor véget ér. Mi azon vagyunk, hogy a véget érést megakadályozzuk. Az intenzív osztályon van mód azt megtapasztalni, hogy a legreménytelenebb helyzetből is fel lehet állni, és ápolóként lehet a legtöbbet tenni a gyógyulásért. Nagyon szeretem az élő zenét, meg amikor zenekar játszik, figyelni azt, hogy mindenkinek kell mindenre figyelni. És ugyanez történik egy műtőben is, hogy a zenekar akkor játszik jól, hogyha mindenki együtt él a műtéttel, vagy együtt játszik a zenekarban. Mindenki nagyon segítőkész. Szerintem egy jó csapat van itt. Mindig segítünk egymásnak. Tanítanak is, bármilyen kérdéssel lehet hozzájuk fordulni. Idén 35 éve, hogy itt dolgozom a Péterfiben, nagyon szeretem, amit csinálok, és már nem is tudnék más csinálni. Mi nem csak a csővért látjuk, mi mindig látjuk mögötte a beteget is. Én azt gondolom, hogy Péterfisnek lenni csupa nagybetűvel, ez jelent valamit.